100 éves a laboratórium. A centenárium kapcsán tudományos ünnepi konferencián szakemberek értékelték a múltat, és vitatták meg a legfontosabb kérdéseket a József András Oktatókórházban. Doktorandusz konferencia. Idén már 13. alkalommal gyűltek össze Nyíregyháza felsőoktatási intézményeinek kutató, oktatói és hallgatói. Működésének 100. évfordulóját ünnepli a József András Oktatókórház központi laboratóriuma. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A centenáriumi év kapcsán tudományos konferenciát szervezett az intézmény. A Dorján Gusztáv főigazgató itt elmondta, az utóbbi években több milliárd forintot fordítottak laboratóriumi fejlesztésekre, ennek is köszönhető, hogy évente közel 10 millió vizsgálatot tudnak elvégezni a pácienseken. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház laboratóriumi csoportja az ország legnagyobb laboratóriumával rendelkezik, ahol évente körülbelül 800 ezer páciens vizsgálatát végzik el. Az intézet immáron működésének 100. évfordulóját ünnepli, amelyet csütörtök délután tudományos konferencia keretében ünnepeltek meg. Az integrált intézmény főigazgatója az eseményen kiemelte, a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően szakembergárda és infrastruktúrális feltételek is biztosítottak a megbízható munkához. Nagyon fontos és nagyon lényeges. Sokszor nem látható ez a munka, de hihetetlen fontos, hisz a gyógyításhoz szükséges eredményeket azt a laborból kapjuk meg. Tehát nagyon nagyban segít mind a diagnózis, mind a terápia felállításába. Laboratóriumunk egy nagyon modern főszere, 10 évvel ezelőtt újult meg, illetve most 2 évvel ezelőtt megint csak újra megújult. Évi 800 ezer vizsgálatot végeznek, illetve maga egy évben 800 ezer ember jelenik meg, és a vizsgálat szám pedig közel 10 millió. Tehát egy hatalmas mennyiségű munka folyik itt a laborba. A tanácskozáson értékelték a nyíregyházi laborcsoport elmúlt 100 évének munkáját, valamint szakemberek vitatták meg a tudománnyal kapcsolatos legfontosabb aktuális kérdéseket. A konferencián elhangzott, a páciensek sok esetben nincsenek tisztában betegségük hátterével, így a jövőben azon kell dolgozni, hogy a vizsgálatok eredményei a páciensek számára is egyértelműbbek legyenek. Nagyon fontos hangsúlyt fektet a konferencia arra, hogy ne csak numerikus eredményeket adjanak a központi laboratóriumok, hanem azokat értelmezzék a betegségének kontextusában a klinikus felé. Több az annál, mi úgy gondoljuk, hogy feladatunk, és egyébként az egész világ laboratóriumi diagnosztikai szakterülete ezt gondolja, feladatunk a közvetlen betegekkel, és sokszor már nem is betegeknek hívjuk, hanem páciensekkel, egészségtudatos állampolgárokkal való kommunikáció, annak érdekében, hogy megértsék laboreredményeiket, illetve megértsék azt, hogy mit tehetnek azért, hogy egészségesebb életet élhessenek. Kappelmájer János köszöntőjében kiemelte azt a munkát, amelyet az elmúlt 10-15 évben végzett a Nyíregyházi Kórház laborcsoportja. Ennek köszönhetően ugyanis az intézmény európai szinten is kiemelt minőséget képvisel a diagnosztika területén. Itt központosításra került nagyon sok kisebb laboratórium, és a József Kórház központi laboratóriuma fogja össze ezek működését déli északi pólus néven. Én úgy gondolom, egy nagyon előremutató törekvés volt ez, amit itt az Eisner főorvosnőik az elmúlt másfél évtizedben megvalósítottak. Ez az egyik legnagyobb magyar kórházi laboratórium. Úgy tudom, jóval 5 és 10 millió közti évi vizsgálati számmal, mindenképpen európai viszonylatban is figyelemre méltó, és még az talán nagyon fontos, hogy lefedik a laboratóriumi diagnosztika teljes vertikumát, amit egy ilyen megyei kórházban feltétlenül klinikai kémia, hematológia, hemosztázis, mikrobiológiai vizsgálatokat. A professzor hozzátette, a Nyíregyházi intézmény, mint oktatókórház is nagyon eredményes munkát végez. Az elmúlt években ugyanis rengetegen szerezték meg itt szakképesítésüket, ezzel is kiváló szakemberekkel gyarapodott a magyar egészségügyi ellátórendszer. Mások mellett bölcsészet, orvos és egészség, valamint társadalomtudományi szekciókban hallhattak előadásokat a csütörtöki nyíregyházi doktorandusz konferencia résztvevői. A fiatal kutató hallgatók maguk is lehetőséget kaptak tudományos teljesítményük bemutatására. 13. alkalommal gyűltek össze a 3 nyíregyházán működő felsőoktatási intézmény kutató, oktató és hallgatói, hogy prezentálják tudományos eredményeiket.
Ebből a célból hívták életre annak idején az évről évre máshol megrendezésre kerülő doktorandusz konferenciát. Az idei eseményre 11 hazai és határon túli egyetemről érkeztek résztvevők a Debreceni Egyetem egészségügyi karának épületébe, akik a tudomány különböző területeiről hallhattak előadásokat, összesen mintegy 80-at. Összesen 8 szekció fog párhuzamosan működni, 2 bölcsészettudományi, 2 társadalomtudományi, 1 interdisziplináris szekció, 1 orvos és egészségtudományi szekció, 1 inkubátor szekció és 1 angol nyelvű szekció is, hiszen külföldi hallgatóink is vannak, akik jelenleg doktoranduszként vannak az egyetem kötelékében. A Nyíregyházi Egyetemmel és a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskolával közösen szervezett esemény arra is lehetőséget ad, hogy a következő generáció tagjainak egy kutatói utánpótlás programot nyisson meg, mondta el a megnyitónak kardékánja. Egy PhD konferencián előadnak a PhD hallgatók, de mi lehetőséget teremtünk arra, hogy egy inkubátor szekcióban a mi hallgatóink is megmutassák a tudományos teljesítményüket. Össze lehet mérni ezt a kettőt, megérezhetik ezen a konferencián a hallgatóink, hogy mit jelent az, hogyha valakinek egy minősítettséggel feljebbi szintet is tudnia kell teljesíteni. Abban bízunk, hogy ezzel a konferenciával a kutatói utánpótlás biztosítása ezen a karon elindulhat. A rendezvény fővédnöke, Nyíregyháza polgármestere azt emelte ki, hogy az infrastruktúrális fejlesztések és felújítások mellett az is fontos, hogy a szellemi tőkét is gyarapítsák a városban. Szerintem elérjük azt a pontot, ahol ez a továbbfejlődésnek gátja lehet, ha ez a terület nem fejlődik olyan szinten. Ezért örülök nagyon, hogy ez a 13. doktorandusz konferencia most újra megrendezésre került, és ezért hozta az önkormányzat, a közgyűlés azt a határozatot, mert ennek a felsőoktatás a hallgatók mellett van a magasan képzett munkaerő szempontjából is aspektusa, ezért hozta azt a döntést, hogy Nyíregyháza hazavár. Ennek az a célja, hogy felsőfokú tanulmányaik elvégzése után itt telepedjenek le a fiatalok, ehhez azonban munkahelyek is kellenek a városban. A polgármester elmondása szerint éppen ezért a munkahelyteremtő beruházásokat is ösztönözni kell. Mintegy 75 gyermeket ajándékozott meg a Józs András Oktatókórház képviseletében a Dorján Gusztáv főigazgató a Tündérkert keleti óvoda Orgona Síptag intézményében Mikulás ünnepe alkalmából. A kórház beteg gyerekei a Nyíregyházi önkormányzat, az újszülöttek pedig Szabó Tünde államtitkár által részesültek adományban. Ugyan a délelőtt folyamán a Mikulás már megajándékozta a gyerekeket a Tündérkert keleti óvoda Orgona Síptag intézményében. Pár órával később is bőven voltok az örömre. A Józs András Oktatókórház tavalyhoz hasonlóan szeretett csomaggal kedveskedett az óvodába járó mintegy 75 gyerkősznek, amelyet Adorján Gusztáv az egészségügyi intézmény főigazgatója adott át személyesen. Kedveskedett a gyerekeknek kis édességgel, gyümölccsel, és nagy-nagy szeretettel fogadják őket a gyerekek tavaly is, illetve az idén is. Óvodánk második éve működik, és az a kötődés az óvodába járó gyerekek, illetve a főigazgató látogatása között, hogy intézményünk elsődlegesen a kórházba dolgozó szülők igényeit hivatott kielégíteni. Tehát a gyerekek azok, akik az óvodában mindennapjaikat töltik szeretetben, békességben, tulajdonképpen a kórház dolgozóinak gyermekei, és az ő munkájukat könnyítjük meg tulajdonképpen azzal, hogy a gyerekeiket az munkájuk közelségében tudhatják. A Józs András Oktató Kórház falain belül is sor került adományozásra. Nyíregyháza önkormányzata ugyanis a gyermekosztály kisbetegeit lepte meg. Az ajándékokat a Mikulás és Kovács Ferenc polgármester közösen adta át annak a közel 150 ifjoncnak, akik jelenleg egészségügyi ellátásra kényszerülnek. A legkisebbek is ajándékban részesültek. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár ugyanis mintegy 50 újszülött számára küldött Mikulás babaruhákat. Idén 8. alkalommal várta a Rotary Klub Mikulása a gyerekeket. Ezúttal a Józs András Múzeumban tartották a rendezvényt, amelyen kézműves foglalkozás, valamint zenés-táncos produkciók szórakoztatták a kicsiket. A délelőtti programokon közel 300 gyermek vett részt.
A Mikulással közös fotóhoz készülnek a Ridensz tanulói a Józsa András Múzeum földszinti előterében. Szerdán rendezték meg a Rotary Mikulás rendezvényt, amely minden évben gazdag műsorral és ajándékokkal várja a gyerekeket. Tavaly a munkácsi kiállítás miatt kivételesen a Váci Mihály Kulturális Központban kaptak helyet a szervezők, idén azonban visszaköltözhettek a múzeumba. A mai délelőtt a 300 gyereket vártunk vendégül, főként olyanokat, akik hátrányos helyzetűek vagy fogyatékkal élők, így a nyíregyházi Várci iskolából, a Ridenszből, a Göllesből jöttek gyerekek, és a Nyírbátori Éltes Mátyásból. Ezen kívül még eljuttatunk csomagot az Oltalom Szeretett Szolgálathoz és a Mozgáskorlátozottak Egyesületéhez is. Kézműves foglalkozás keretében különböző karácsonyi dekorációkat készítettek. Ebben a Rotary Klub legfiatalabb szervezete, az Early Act Klub és szülői szervezete segített a gyerekeknek. Emellett számos érdekes programon vehettek részt a fiatalok. A Lurkó Báb Színház mind a két turnusban tartott egy-egy előadást a gyerekeknek a Télapó Kesztyűje címmel. Aztán a Művészeti Szakgimnázium hozott táncházat és hangszeres bemutatót, Hajdú Ágota, citerán és mindenféle érdekes hangszeren játszott a gyerekeknek, és vonta be őket a délelőtbe, és hát nyilván találkoztak a Mikulással is, és mindenki csomaggal távozott. Az idén próbáltunk egy kis mozgást is bevinni az életükbe, és így a Bosu Kids Egyesületet hívtuk el, akik egy nagyon érdekes mozgáskultúrát tanítottak a gyerekeknek, ilyen fél labdával kellett átmenniük egyensúlyozva, ami nagyon tetszett nekik. Az adományozás és a jótékonyság itt nem ért véget. A Józsa András Múzeum idén is várja a teli cipős dobozokat a Kis dobozni szeretett akciója keretein belül. Pápai Erika színművész volt a Bencs Villa eheti vendége, aki az évek alatt számos alkalommal bizonyította tehetségét színpadon, filmben, prózai és musical, valamint operett szerepekben egyaránt. Keddi önálló estjén ezekből a szerepekből, dalokból készített válogatást nyújtott át a közönségnek. Zongorán Termes Rita közreműködött. Újra befogod egy távoli táj, ahol bűnt, aki elment már, kézen fog majd újra, odaérsz, hol eleven a múlt, mikor end az a végtelen útra. Pápai Erika a Padlás című musicalből énekelt a Bencs Villában. A közönség minden bizonnyal ebből az előadásból ismeri legjobban a művésznőt, hiszen közel 30 évig játszotta Süni szerepét a Víg Színház ma is műsoron lévő darabjában. A Jászai Mari díjas színművész a József Attila Színházban kezdte pályáját, ahol egykori osztályfőnöke, Békés András rendező és énektanárnője Bagó Gizella hatására vállalt zenész szerepeket, annak ellenére, hogy prózai színész osztályban végzett. A Bencs Villában rendezett Hangok és Szavak című estjére is számos dalt hozott el. Ez az este egyébként rólam szól, tehát az én színészi pályámból válogatok mindig, és mivel itt vagyunk már advent küszöbén, részben a karácsony mindenféleképpen belekerül, részben belekerülnek a nemrégen elmúlt halottak napja kapcsán, de egyáltalán azok a pályatársak, akik nekem nagyon sokat jelentettek, vagy valamilyen módon az életemben fontos szerepet játszottak. Ebből az egyik legújabb és a legfájdalmasabb Karinti Márton halála, aki alig két hete halt meg, és az ő színházában is játszom, de mindenféleképpen szóba kerül mindig Kasszás Attila, soha nem hagyom ki. A művésznő 20 évvel ezelőtt gyermeke születése után lett szabadúszó, de így is teljesnek érzi színészi munkáját. Szinkron, film és színpad egyaránt része az életének. Az idei évadban több színházban is játszik. Ez a második évadom, hogy nem vagyok a Víg Színházban. Végül is nem mentem most vissza, ezért az ottani darabjaimat már nem játszom, még mennek. Tehát egészen múlt évadig játszottam a Padlást például, amit a 20-valahány éve játszottunk, és most volt azt hiszem az ezredik előadás belőle. Most három darabban játszom. Volt két bemutatom nyáron, egyik a Café Mennyország címmel, amiből itt most egészen sokat fog idézni, és volt egy Lököttek című, nagyon érdekes, egy pszichiáterrendelőjében játszódó
kicsit pszichokomédia, azt mondhatom, aminek szeptemberben volt a bemutatója, úgyhogy ezek az új darabok, amiket most csinálok. Az adventi időszakban két rendezvényre várják még a közönséget a villában. A jövő héten Kovács Dénest, a Több szem közt estek házigazdáját kérdezi majd Karári Zsolt irodalomtörténész, azt követően pedig Kazár Tíciána és a Kazár Kombó műsorát láthatják majd az érdeklődők. Pénteken újabb rangadót játszik a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B piros csoportjának második helyén álló kékcápák a harmadik helyezett Budafok otthonában lépnek pályára. A BKG Prima S elleni győzelmet követően ismét rangadót játszik a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A bajnokság eddigi meglepetés csapata, a Budafok hazai pályán még veretlen, a harmadik helyen álló fővárosiak eddig 7 győzelmet szereztek 3 vereség mellett. A legutóbbi fordulóban Salgótarjánban kapott ki 4 ponttal a Budafok, a kékcápák pedig Zsinórban 8. bajnoki győzelmüket aratták, és természetesen a Promotor utcában is folytatni szeretnék sorozatukat Busz Ivánék. Nem csak az előző mérkőzések tapasztalatai mondatják azt velem, hogy szerintem most már ebben a bajnokságban mindenhol esélyesként léphetünk pályára, és ennek így kell lennie a hétvégén is, amikor a Budafok otthonában fogunk majd játszani. Nem lesz könnyű mérkőzés. Tavaly elvesztettük itt a találkozót, és nagyon mérges voltam a csapatra. Utána kapott is a csapat egy kis büntetést a továbbiakra nézve. Remélem, hogy ezt most nem kell meglépni. A Budafok nagyon szépen szerepel, a harmadik helyen vannak, ugye, és ráadásul erős a hazai pályájuk. A kicsit szokatlan a talaj, nem parkettán játszanak. Ez a külső szemlélőnek nem tűnhet fel annyira, vagy nem gondolhatja, hogy annyira meghatározó, de aki hozzá van szokva a parkettához, az nem igazán érzi kellemesen magát egy ilyen kemény talajon, és éppen ezért a hazai pálya talán még egy picit erősebb lesz, de nekünk meg kell küzdeni ezzel, és túl kell lépni ezen, mert természetesen azért megyünk Budafokra is, hogy el tudjuk hozni onnan is a 2 pontot. A cápák már több alkalommal is bizonyították, hogy mérkőzés közben is képesek váltani, és akár egy negyed alatt is a maguk javára tudják fordítani az adott találkozót. Szerintem még mindig tudunk fejlődni a védekezésünkben, sokat tudunk javulni, hogyha csak az előző mérkőzést nézzük, akkor a harmadik negyedben a védekezésünk változott meg, de talán az MTK ellen játszottunk hazai mérkőzésen szintén olyat, amikor a harmadik negyedben talán 32-12-re tudtunk győzni, és az azt jelenti, hogy tudunk, ahogyan említetted az előbb is, mérkőzés közben is váltani, de ezt a védekezési stílust kellene kitolnunk 40 perccel. Persze mindig álmodozunk ilyenről, elégedett leszek 38 perccel is, tehát az első 2 percet elengedjük, aztán utána 38 percen keresztül védekezzünk így, de valahogyan e felé kellene közelítenünk, és akkor talán még könnyebben, vagy még egyértelműbben tudnánk nyerni mérkőzéseket. A forduló további párosítása a következő: Meavs Miskolc MTK Elit Basket, Veszprém Nagykőrös, Baja PVSK, Mavs Salgótarján, Budapesti Honvéd TF Budapest és BKG Prima Ese Vasas Akadémia. A Nyírségkopi csapata nyerte a Royal Birs Kupa kis pályás labdarúgó tornát a Vadászpresszó és a Gorillák Web FC előtt. Az Rényi Gimnázium Tiszavasvári úti csardokában 24 csapat lépett pályára. A korábbi tiszántúli takarékkupa 7 év után új névadót kapott, a 200 000 forint összdíjazású tornát viszont a megszokott helyszínen, a Zrínyi Gimnázium Tiszavasvári úti csarnokában rendezték meg. A kétnapos tornára 24 együttes nevezését fogadták el a szervezők. A csapatok 4 megyéből érkeztek, a legtávolabbi helyről Csákvárról a Robbers FC Csákvár csapata érkezett, és egy fantasztikus csapatot hozott el a csapatvezető ide, aki már játszott itt ezen a tornán, hiszen 2 évvel ezelőtt itt voltak, és most is már úgy búcsúztak el, hogy jövőre ismét vissza fognak jönni. A megye különböző pontjairól 9 településről jöttek el a csapatok, Borsodból, Hajdúból és Szabolcsból még szintén érkeztek, és hát kitüntető dolog számomra, hogy a városi kispályás labdarúgó bajnokságból nagyon sok csapat itt volt, igaz, hogy egy kicsit megerősítve, de nagyon jó szint hoztak a tornába. Mint Dajka László elmondta, nagyon kiegyenlített volt a torna mezőnye. Sok mérkőzésen csak egyetlen egy gólon múlott a győzelem, úgy dőlt el a végső
eredmény, és 4 alkalommal 0-0-ás eredmény született. Ez is, ebből is látszik, hogy milyen kiegyensúlyozott képességű csapatok szerepeltek. Érdekesség, hogy 4-szer már a döntőbe kerülése, vagyis az elődöntőbe büntetőrugásokkal jutottak tovább a csapatok, és kiesett a tavaly mindent megnyerő Reáltate csapata, hiszen megnyerték a Kelet-Magyarország Eiszman kupát, a Strandfocit, megnyerték a Szizántúli Takarékkupát, és majd nagyon sok más tornát. Most viszont büntetővel estek ki, 14-13-as büntető végrehajtása után sikerült a Királygoldnak őket elütni a továbbjutástól. A tornát végül a Nyírségkopi nyerte a Vadászpresszó és a Gorillák Web FC előtt. A gólkirályi címet a Nyírségkopi is Madzin István szerezte meg, a legjobb kapusnak a Vadászpresszó hálóőrét, Polgári Lászlót, a legjobb játékosnak pedig a Gorillás Ruska Tamást választották meg a szakemberek. Most pedig iradunk végén, jöjjenek kiemelt hírei még egyszer néhány mondatban. 100 éves a Józsa András Oktatókórház központi laboratóriuma. Az évforduló kapcsán ünnepi konferencián emlékeztek meg a múltról, és vitatták meg a tudományág legfontosabb aktuális kérdéseit. Az intézmény főigazgatója tanácskozáson úgy értékelt, a laboratórium szakembergárdája kiváló, amely az elmúlt évek több milliárd forint értékű fejlesztéseinek köszönhetően korszerű, megbízható körülmények között dolgozhat. Mások mellett bölcsészet, orvos és egészség, valamint társadalomtudományi szekciókban hallhattak előadásokat a csütörtöki nyíregyházi doktorandusz konferencia résztvevői. A fiatal kutató hallgatók maguk is lehetőséget kaptak tudományos teljesítményük bemutatására. Az immár 13. alkalommal megrendezett eseményre 11 hazai és határon túli egyetemről érkeztek résztvevők a Debreceni Egyetem egészségügyi karának épületébe. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták december 5-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalukon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Csütörtök este túlnyomóan borult lesz az ég, párás, ködös idő várható, hószálingózás, ónos szitálás helyenként előfordulhat, a keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 10 és mínusz 4 fok között alakul. Pénteken szintén borult lesz az ég, sokfelé ismét párás, ködös idő várható, hószálingózás, ónos szitálás előfordulhat helyenként, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és mínusz 3 fok körül alakul. Hétvégén lényeges változás nem valószínű, az ország nagyobb részén borult, párás, helyenként ködös idő várható, csak kisebb körzetekben szakadozik fel a felhőzet. Itt-ott ónos szitálásra, hószálingózásra is számítani lehet. Hétfőn hideg front éri el a Kárpát-medencét, felhőzetéből sok helyütt elered az eső, eleinte ónos eső is több felé kialakulhat. A legtöbb csapadék a Dél-Dunántúlon hullhat, a következő napokban rövidebb, majd hosszabb időszakra is kisüthet a nap, és csak helyenként fordulhat elő zápor, a hegyekben hózápor. Néhány fokot emelkedik a hőmérséklet.